legszebb konyhakertek. Elismerés a tiszatavi keresztény polgári körnek. Drágul a sertéshús. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 24-én 18 óra 5 perckor. A legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program karcagi eredményi hirdető ünnepségét tartották a Városháza előtti téren. A kertbarátokat Szepesi Tibor polgármester köszöntötte és szólt elismeréssel a kertművelő programról. 2012-ben Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony által elindított program alapcélja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzük, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljük, és hogy az ő példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között, továbbá egyfajta szemléletváltást és formálást kezdeményezzen, melyet majd egyre inkább a felnövekvő generációk is átvesznek. Ez a hivatalos leírása ugye a legszebb konyhakertek programnak és ennek a céljának. Engedjék meg, hogy egy kicsit inkább a saját érzéseimről beszéljek a kerttel kapcsolatban, és egy tegnap előtti irodában történt dologról. Ugye egyszerre került a kezembe két meghívó, illetve két program. Az egyik a mai kertprogram meghívója, a másik pedig a Kulturális Központ egyik programjának a következő felhívása, amelyről egy vers részlet jutott rögtön eszembe, ugye József Attila Kertész leszek című verse. Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Nem fogom elemezni a verset, bár nyilván tanár úrra hivatkozhatnék, amikor verselemzésről van szó, de ugye érdekes a vers, nyilván emiatt jutott eszembe, de azok, akik itt vannak, azok nyilván nem csak a kerttel foglalkoznak, hiszen főállásuk van, családot tartanak fönt, háztartást vezetnek, sok-sok mindennel foglalkoznak, és emellett egyfajta hobbiként, kikapcsolódásként művelik a kertet, dolgoznak a kertekben, és foglalatoskodnak azzal a csodálatos házi kerttel, zárt kertekkel, udvari kertekkel, nehogy Isten balkonládával, hiszen ilyen programja is van a legszebb konyhakerteknek, amelyet aztán jó ízzel, kellemesen, learatva a gyümölcsöt, zöldséget el tudnak otthon fogyasztani. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a legízesebb gyümölcs, a legjobb zöldség az mindig a saját kertben terem, és azt valahogy teljesen más elfogyasztani, annak más íze van. Ki lehet menni a piacra, meg lehet vásárolni mindenféle zöldséget, mindenféle gyümölcsöt, lehet, hogy sokkal pirosabb, sokkal nagyobb, sokkal egészségesebb, ne adj Isten a cseresznyében, lehet, hogy nincs benne a kukac sem, de az, amit otthon a fáról leveszünk, felhúzunk ott rögtön a kertből zöldség, még ha van rajta egy pici hiba, még ha van benne egy pici kukac, akkor is sokkal másabb. Én azt gondolom, hogy ezt az itt lévőknek nem kell bemutatni. Mint Sári Kovács Szilvia, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei magyar örökségdíjas program ötletgazdája. Programigazgató értékelésében elmondta, sokan kezdtek növényeket nevelni a balkonon, illetve ásták fel a kertjük egy részét, hogy zöldségtermesztéssel töltsék ki bezártságban töltött napjaikat. És bár az időjárás nem volt kegyes, hiszen több hetes forróság is volt, és volt, amikor jégeső tarkította a nyarat, ennek ellenére 40 karcagi kertes nevezett az idei megmérettetésre. 326 településről eddig 2066 kertről van tudomásunk, de ezeknek a száma még szaporodik, hiszen a feltöltések még mindig folyamatban vannak. Karcagon 46 nevezéssel indultunk, hiszen én úgy gondoltam, hogy minden tavalyi nevezőnk az idén is szerepel, de aztán hatan mégis úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a programban, vagy éppen eladták a kertjüket, és nem tudnak kertet művelni. Így maradtunk kereken 40-en.
de nem baj, hiszen a 40 ember is gyönyörű kerteket fog nekünk mutatni. Sajnálom, hogy nem tudjuk most ezt prezentációban bemutatni, de úgy gondolom, hogy talán a tél vagy a tavasz, koratavasz időszak még egy ilyen alkalomra is összehozhat bennünket. Minden évben elmondom, hogy a Jóisten megkínált bennünket mindennel. Mindig kapunk jót is, és sajnos rosszat is. Hát így volt ez 2021-ben is. Indultunk azzal, hogy nem akart elmúlni a tél. Még júniusban is 6 és 9 fokokat mértünk reggelenként. Bizony ezt a kertművelők is megtapasztalták, hiszen volt olyan, aki már 6-szor vetett, de még egyszer sem kelt ki belőle semmi. Aztán van, aki teljesen föladta, és bizonyos termények így aztán ki is maradtak az évi repertoárból. Aztán miután jött a meleg, jött vele a szárazság is, és bizony nagyon-nagyon ritkán esett az eső, vagy egyáltalán nem kaptunk csapadékot, égi áldást. Aztán persze igyekezett bepótolni, és jött a sok eső. Aztán meg azzal nem tudtunk mit kezdeni. Persze aztán jött a forróság, és a forrósággal együtt jöttek a viharok. Volt olyan, akinek a kertjét teljes egészben elverte a jég, és volt olyan, ahol egy óra hosszáig csak jég esett. El lehet képzelni, hogy mi maradt abból a kertből. Így aztán bizonyos terményekből igen-igen rossz termés mutatkozott meg, és amikor az értékelő díjakat átolvastam, és én rákérdezek mindig a legjobb és a legrosszabb termésre, bizony meglepődve tapasztaltam, hogy olyan év még nem volt, hogy a szegény retek és a saláta a legrosszabb termések között végezze. A zöldborsó egy pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt leszerepelt, hát erre most is volt példa. De olyan nem volt, hogy a zöldborsó a saláta és a retek mellett szintén a legrosszabb minősítést kapja. És aztán teljesen vegyes volt a megítélése a rossz és a jó terméseknek. Van, akinek az uborkája volt rossz, van, akinek a paradicsoma, van, akinek a paradicsom volt a legjobb, tehát úgy mondom, teljesen káosz alakult ki, hiszen talán az udvara válogatta meg, talán az árnyékolhatóság, vagy a locsolhatóság, vagy eleve a kertnek az elhelyezkedése azt, hogy miből legjobb vagy legrosszabb termés született ebben az évben. Tehát hektikusan változott ez a kérdés. Országosan több mint 200 település, több ezer kertje és kertművelője versenyzett, és közben termelte meg családjának a zöldséget, gyümölcsöt. A karcagi díjátadón most is sokan kaptak kertjükre első díjat, és vannak, akiket országos elismerése is felterjesztenek. Az ünnepi önkormányzati ülésen karitatív tevékenységért díjat kapott a Tiszatavi Keresztény-Polgári Kör, akik adományaikkal támogatták a karcagi intézményeket. A díjat Szepesi Tibor polgármestertől Fodor Gusztáv elnök alapító vette át. Az elnök szerint hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy a nagykunság szívében itt lehetnek és átvehették ezt a díjat. Ígéri, folytatják ezt a jótékony tevékenységet. Az elmúlt évben központi támogatási helyük volt a karcagi Kátai Gábor Kórház, ahol orvosi jellegű segítséggel támogatták azt. Az elmúlt éven központi támogatási helyünk volt a karcagi Kátai Gábor Kórház, ahol orvosi jellegű segítséggel tudtuk támogatni a kórházat, és Karcagváros szociális ellátórendszerét is támogattuk. Szeretnénk a gólyafészek otthon támogatni. Ma délután egy holland támogatót fogok odavinni, és a vezetőséggel meg van beszélve, hogy megpróbáljuk megkeresni a támogatási lehetőségeket, és szeretnénk a helyi idősek otthonait is támogatni, úgyhogy egy jó képregény végén mindig az van, hogy folyt köv, én is ezt tudom mondani, folytatása következik. A későbbiekben szeretnék a karcagi idősek otthonát is támogatni. Ehhez Hollandiából ide fognak érkezni a főtámogató alapítvány kuratóriumi vezetői, akikkel megpróbálják megalapozni az előttük álló 5 év támogatási céljait, hogy folytathassák a jó cselekedeteket. Hollandiából ide fognak érkezni a fő támogató alapítványunknak a kuratóriumi vezetői, és megpróbáljuk megalapozni az előttünk álló 5 évnek a támogatási céljait, úgyhogy állunk elébe a jó cselekedetek folytatásának. Néhány hónapja csökkenni kezdett az élős ertés ára, most a boltokban egyre növekvő árakkal szembesülnek a fogyasztók, a drágulásnak jártunk utána. A hazai termelésű vágósertés termelőjára áfa és szállítási költség nélkül a nyár elején 537 forint volt 1 kg-ra vetítve, ami 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól.
A darabolt sertés hús, mint a karaja, tarja vagy a comb feldolgozói értékesítési ára 6%-kal nőtt ugyanekkor. A fogyasztói árak ehhez képest jelentősebben emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis például a rövidkara és a sertés comb a tavaly májusinál 23%-kal drágábban került a boltokba. A sertésár emelkedés az még csak most indul el. A fogyasztó oldaláról rossz, a termelő oldaláról végre. És épp azért emelkedik a sertésár, mert ugye már beszélgettünk ebbe az évben is, tavaly is beszéltünk róla, hogy a gabonárak jelentősen megemelkedtek, és a sertés az egy abraktakarmány fogyasztó, tehát nem csak mi esszük a búzát kenyér formájában, hanem a sertés is a takarmányában, búzát, kukoricát, szóját, szójának is nagyon megemelkedett az ára. Emiatt nyílt az olló, a viszonylag alacsony sertésár még csökkent is, a takarmányár drasztikusan emelkedett. Ezért nagyon sok termelő döntött úgy, hogy abba hagyja, mert veszteséget nem tud termelni, veszteségből nem lehet megélni. Bizonytalanná vált. Hát most azt láthatjuk, hogy a tavaszhoz képest azért hazánkban is, itt a keleti ország részben is egy 200 ezer hízóval kevesebb van, mint korábban volt, de legalább ez egy jó minőségű, dioxinmentes, finom sertéshús. Ugye az európai piacot nagyban meghatározza a német sertés, az ottani fagyasztott készletek elfogytak. Most már ott is a frisset vágják, most nehogy jogászodás legyen belőle, nem mondom milyen minőségű hús, de mindenki emlékszik még rá, hogy milyen botrány volt ott egy jó pár évvel ezelőtt. Tehát a jó minőségű magyar sertés ára végre elindult fölfele, végre a termelők is elérik először a nulla pontot, majd utána valamennyi profitot. És hát a pultokban is drágább lesz emiatt a sertéshús. A húsipar ugyanis egyre nehezebb helyzetben van. Már a tavalyi élősertés ár, majd a bér- és energiaköltségemelés is komoly gondokat okozott, de a járvány miatt kieső vendéglátóipari kereslet és a pánikvásárlások utáni fogyasztás csökkenés is komoly bevétel kieséseket okozott a járványvédelmi költségek megjelenése mellett. Ugye a mezőgazdaság az olyan, és az állattenyésztés is olyan, hogy az ember évre, évekre előre kell, hogy gondolkozzon, stratégiát építsen, erre alapozzon, hiszen a búzát ugye elvetjük ősszel, és majd learatjuk következő nyáron. A sertésnél is, hogyha a teljes forgót nézzük, ugye 115 napig, 3 hónap, 3 nap, amíg vemes egy koca, majd megszületik a malac, annak kell legalább egy fél év, hogy meghízzon, tehát elég nagy az időintervallum, amit át kell hidalni. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem, majd később igen, akkor ez az időszak ki fog esni a termeléséből. Úgyhogy hát nem akarom elfeketleníteni a tévénézőket, de még elég komoly áremelkedés várható. Együnk úgy, hogy ne pocsékoljunk, együnk továbbra is finom magyar sertéshúst, és nem fogja akkor elvenni az étvágyunkat a kicsit magasabb ár. A sertéshústenyésztők viszont örülnek, hiszen most közelít az ár ahhoz, hogy nekik is megérje ezzel foglalkozni, nyilatkozta televíziónknak Domján Sándor, agrárszakértő. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!